Hát a hálózatunk az teljes egészében vegyes felvágott, tehát gyakorlatilag minden megtalálható benne. Ez is a nagy problémája ennek, hogy mindent mindennel használunk, ami nem biztos, hogy jó. Hosszú távon igyekszünk ezt az egészet átforgatni kambium részre, ahol csak lehet. Ben kezdtük a szolgáltatást Tóth Komlós és környékén. Igyekszünk mindenkinek az igényeit kielégíteni, a lakossági csomagtól a cégesig. Azért döntöttünk így a kambium mellett, mert a korábbi berendezések képtelenek voltak a normális kiszolgálásra. Hiába sokszoroztuk az AP mennyiséget, nem értünk el jelentős bővülést és sávszélességet, és egy ponton túl már használhatatlanná vált gyakorlatilag. A legelső kambium szektort egy szedben vásároltuk meg, 3 darab klienssel. Az első szoftverhez képest a mai az rengeteg dolgon fejlesztésen ment keresztül, és ez megmutatkozik a sávszélességben és a kiszolgálási minőségben is. Mi a GPS-szinket használjuk minden bázisállomáson, ez szinte alapvető már a mai új, modern hálózatokban. A szektoraink egymással hátra vannak felszerelve, tehát a klasszikus felépítésben, ahogy a kambium javasolja, AB frekvencia felhasználással, ami egy ugyanazon frekvencia és egy ugyanazon csatorna szélesség használatával működik együtt, egy időpontban elég hatékonyan. Minden kambium bázisállomás mellé tartozik egy darab elevét licensz, ez bármikor, bárhol felhasználható. Az Elevate szoftver maga lehetőséget nyújt arra, hogy más gyártó által gyártott antennát tudjunk használni kambium központokra, bázisállomásokra, és ugyanúgy tud működni GPS szinkronizációval is. Távolról frissíthetőek a berendezések, könnyen telepíthető egy harmadik fél által megírt szoftverrel. Lehetővé teszi azt, hogy M5-ös szériájú Ubiquiti berendezéseket használhatóvá tegyük kambium AP berendezésekre. Digitálisan aláírt eszközökön is használható ez a program. A frissítés után teljes értékű kambium berendezés válik a régi kliensből, és ezáltal rengeteg sok időt, pénzt spórolunk meg ezzel, hogy integráljuk a régi berendezést újként a meglévő új bázisállomásokhoz. Az Elevate szoftver használatával szinte azonnal látszódik a különbség rádiós oldalon és adatátviteli minőségen. Korábbi beállításokkal 31 megabites agregált sávszélességre lehetett elérni. Régi meglévő Rocket-M5-tel, míg Elevate szoftverrel, Cambium IPMP 1000-essel agregált sávszélességben 87 megabitre képes a régi kliens eszköz. A pingek szögegyenesek és gyakorlatilag teljes értékű Cambium rendszerré válik. A megvásárolt licenszeket az Access Point-on keresztül bonyolítottuk. A licenszelésben van egy specialitás, ami abból ered, hogy a klienseket megkötések nélkül tudjuk upgrade-elni Elevate szoftverrel. A licenszelés folyamata az valójában az Access Point-okon valósul meg. A Cambium Networks a licenszelést kétféle metódusban kínálja számunkra. Az egyik az úgynevezett offline licenc, ami úgy működik, hogy a megvásárolt licenzt feltöltjük az access pointra, és az adott access point ezáltal adott mennyiségű Elevate klienst enged fel magára. A másik megoldás az a license pool, ami a CN Maestro rendszerbe beregisztrált access pointokat egyként kezeli, és a license poolunkba feltöltött licenszek mennyiségének megfelelő Elevate klienst enged az egész hálózatunkra felregisztrálni. Nagyon fontos, hogy a license pool esetén az access pointoknak, a bázis állomásoknak
folyamatos internet kapcsolattal kell rendelkezniük, hogy az elevét licenc szerverrel kommunikálni tudjanak, és tulajdonképpen ellenőrizni tudja a Cambium Networks rendszere, hogy hány licenc is használ ki az adott hálózat. A Cambium Networks mindenképpen erőlenítette a wireless piacot ebben a megoldással. A korábban vásárolt régi berendezéseket gyakorlatilag újként lehet felhasználni. Nagyobb sávszélességet és stabil internet megoldást biztosít.